Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymást, kortól nemtől függetlenül. Szeretném megkérdezni, hogy hogy álltok a mai világgal, mennyire tetszik a mai világ? Hát éppen. Éppen beszélgettem a nejemmel és a fiammal ezzel kapcsolatban, és közös konszenzusra jutottunk a nejemmel abban, hogy most nem szeretnék ilyen 20 éves vagy 30 éves lenni. Tehát ami azt jelenti, hogy sokkal nehezebb most az indulás, de azért elmondanám, hogy így végig nézegettük azt, hogy hát, hogy hogyan indulnak a mai fiatalok, és hogyan indultak a múltban a fiatalok, és nagy hasonlóság van, csak avval az a különbség, hogy a múltban a fiatalok, tehát az én időmben a fiatalok, azok jobban alkalmazkodtak a szüleikhez, mint manapság a fiatalok, ezáltal minket jobban támogattak a szülők. Most nem rólam van szó, hanem úgy általánosan. Tehát ami azt jelenti, hogy ha én megnézem a rokonságomat, ismerőseimet, amikor ők indultak az életben, a hasonló korosztály, gyakorlatilag mind kapott szülői támogatást. Például mi is úgy indultunk el, hogy szülői támogatással, illetve nem szülői támogatással, hanem, hát mivel itt kopog, engedjük be, jó? Tehát, ó, már bejutott, igen. Tehát nem szülői, tehát mi például konkrétan nem szülői támogatással indultunk, hanem nagymamám általi támogatással, de hát most ez részletkérdés. És hát ugye éppen nézegettük, hogy a mai ismerőseink, illetve inkább azt mondanám, hogy a Leventének az ismerősei, de hát nem tudom, hogy a Gergőnek az ismerősei hogyan állnak ezzel kapcsolatban, éppen a kisebbik fiam Leventével beszéltük ezt, hogy gyakorlatilag ott is, aki el tudott indulni, az mind szülői támogatással indult el, mind. De sokkal kevesebben indultak el szülői támogatással, mint annak idején. Ennek ugye kettős vonzata van, hogy miért. A mai világban tehát kevesebb fiatal kap szülői támogatást. Vagy azért, mert nincs jó viszonyban a szüleivel, vagy azért, mert nincs párja. Tehát nincs párja. És most nem feltétlenül biztos, hogy a szülő akar egy egyedülállót támogatni. Mert hogyha már családalapításban gondolkodik egy fiatal, akkor a szülő is másként gondolkodik, mert ugye az én időmben azt láttam, hogy mindenkit akkor támogattak, amikor családot alapított. Tehát a szülők akkor támogatták, amikor családot alapított. És hát ugye az ismeretségi körömben, meg a főleg a rokoni körömben ezt teljesen azt láttam, hogy gyakorlatilag mindenki családi támogatás révén indult el. És hát most is mondom, ez van. De azért kevesebb a szülői támogatás, mert vagy nincsenek olyan viszonyban a szülők és a gyerekek, hogy a szülő azt mondja, hogy ezt neked, miért nem vagy velem jó viszonyban, vagy ugye egyszerűen nincs pár, mint amit az imént mondtam. Tehát ugye én is támogattam a gyerekeimet, de csak akkor, amikor családot alapítottak, és nem előtte. Szóval ezt ugye miért mondom, mert tehát ha így jobban megnézzük, akkor lehet, hogy nem is nehezebb ez az indulás.
Csak lehet, hogy a fiataloknak egy kicsit nagyobb az egójuk, mint annak idején a mieink volt. Tehát a mi korosztályunknak az egója. És mi alkalmazkodóbbak voltunk a szülőkhöz, mint most a fiatalok? Nem lehet. Csak azért mondom a fiataloknak, hogy érdemesen ezen elgondolkodni. Hát nyilván, hogyha mit tudom én, van egy szülő, és megtehetné, hogy támogassa, de azt látja, hogy a saját gyerekének akkora egója van, hogy szétdurran a feje tőle, akkor lehet, hogy nem biztos, hogy azt mondja a szülő, hogy támogatom ezt a hatalmas egót, mert akkor még tovább növelem az egóját esetleg. Tehát nem lehet, hogy el kellene azon gondolkodni, hogy ki milyen viszonyban van a saját szüleivel? Mert ugye mondhatja a gyerek, hogyha ó, hát ha engem nem támogat most a szülőm, akkor majd mikor ő rászorul, akkor én se fogom támogatni. És akkor ez micsoda? Ezt úgy hívják, hogy bosszú? Vagy mi a mondom? Most a bosszú, hát az eléggé állatias működés, tehát közel állatias működés, tehát egy értelmes ember az talán nem bosszú alapon kellene, hogy működjön. Tehát ha ezt jobban megnézzük, ezt a kérdést, akkor lehet, hogy nem is olyan nehéz lenne a fiatalok indulása, hogyha a szülőkhöz másként állnának. Persze van egy olyan, hogy amikor mi házasodtunk, akkor még nagyon kevés szülő volt elvált szülő. És ezáltal nyilvánvaló, hogy két szülőnek a azonos gyerek, tehát két szülőtől azonos gyerek, az jobban támogatott, mint én gyerekem, te gyereked, és akkor most hogy támogassuk őket, érted? Tehát nyilván, és most azért sokkal több fiatal úgy indul, hogy elváltak a szülei, és nyilván elvált szülők nehezebben tudnak támogatni egy-egy gyereket, mint annak idején, akik nem váltak el. Arról nem is beszélve, hogy lehet, hogy most már ugye azok a mi korosztályunk, akik támogatják a gyerekeik indulását, azok nem feltétlenül olyan takarékosak esetlegesen, mint mondjuk a mi szüleink voltak. És ezáltal lehet, hogy az elindításuk az komoly gondot jelent. Mert most például megnézem számszakilag, hogy mennyit változott a világ, akkor azt látod, hogy abban az időben, amikor én támogatva voltam, akkor az átlag kereset körülbelül 3000 forint volt. Na most ahhoz képest most az átlag kereset az olyan 300 000 lassacskán. Érted? Jó, legyen ne annyi, legyen mondjuk 200, de akkor is az 70-szeres, érted? Úgy durván. Tehát 70-szeres lett az átlag kereset. Na most ha ezt megnézzük, akkor például az én nagymamám 330 000 forinttal támogatott akkor minket, abból vettünk egy kis családi házat. És ha azt megszorozzuk 70-nel, ugye az gyakorlatilag az 3 millió 3, ugye a 10-zel megszorozzuk, ha azt még megszorozzuk 7-tel, akkor az 23-24 millió forint. Érted? Na most 23-24 millió forinttal, jó, körülbelül, ha most megnézzük, 23-24 millió forintból tényleg körülbelül olyan kis házat lehetne venni, mert ugye nem volt benne víz, kint volt az udvaron, volt egy szoba, konyha, slussz, érted? Tehát ennyi, ami volt összesen 20-valány négyzet, 27 négyzetméter. Tehát lényeg az, hogy lehet, hogy most se
venne az ember értékesebb tulajdont ezért, tehát körülbelül a fizetés és az ingatlan árak azok jelenleg arányban állnak, úgy nagyjából ahhoz képest, és hát ugye benne van az is, hogy hát hogy akkor például nagyanyám, az én nagymamám az nagyon takarékos ember volt, és ezáltal ugye össze tudott gyűjteni annyi pénzt, amiből az unokáját el tudta indítani, mondhatjuk azt, hogy az egyszem unokáját. És ugye a szüleink nem indítottak el minket, de a nagymama elindított. Na most, ha valakit nem indítanak el a szüleik, hát akkor elég nehéz az elindulás, akkor ugye miből szoktak elindulni manapság az emberek? Hát kőkemény hitelből. Hát kőkemény hitelből. És képzeljétek el, csak úgy információként, erről gyakorlatilag nincs szó. Ugye jelenleg is működik, ha jól tudom, hogy el lehet indulni babaváró hitellel. Tehát a babaváró hitel az 10 millió forint, és ilyen szabad felhasználású. Nem is értem, hogy lehet szabad felhasználású egy hitel, mert gyakorlatilag, hogyha mondjuk fogja egy pár, aki fölvett babavárót és kiutazik mondjuk Dél-Amerikába és megszünteti a magyarországi létét, akkor honnan fogja visszaszedni az állam a 10 millió forintot? Ezt csak úgy mondom. Tehát ugye elég nagy butaság. De képzeljétek el, maga ez a babaváró hitel, ez egy akkora buktató akkor, hogyha mert erről még nem beszéltem sose. És azért itt vannak fiatalok, sokan, hála Istennek. Egy babaváró hitel akkora buktató, ha szétmegy a két pár. Ezt is nem tudja senki. Hogy adóstársak maradnak 20 évig, képzeld el. És nem tudnak szétmenni belőle, csak akkor, hogyha kiváltják a babaváró hitelt valami másik hitellel, képzeld el, ami valószínűleg drágább hitel lenne, mint a babavárónak a továbbfizetése, úgyhogy nem, akár nem is született gyerek, képzeljétek el, és elváltak, mert ugye annak akkor van büntető kamata, hogyha elválnak, meg nem születik gyerek. És képzeljétek el, de még talán még mindig nincs annyi a büntető kamata, mint a piaci kamatozású hitelnek. Tehát ami azt jelenti, hogy képzeljétek el, 20 évre összekötnek két embert adóstársként, és nem lehet szétválni belőle. Tehát nem mondhatja az egyik, hogy én átvállalom a babaváró hitelt, és a másik nem adóstárs onnantól. Ezt, erre varjatok gombot. A csoknál ezt meg lehet csinálni. Tehát a csoknál meg lehet azt csinálni, hogy az egyik az fogja és átvállalja a hitelt, a csok hitelt, vagy a csokot akár, annak a fizetését. Ugye ez két különböző dolog, a csok meg a csok hitel. De átvállalja, és akkor a másik nevéről lemegy az adós társ és az egyetemleges végrehajtás. De ha valaki mondjuk, kezdjétek el, babavárót vesz föl, és netántán elválnak 20 éven belül, akkor bármikor elválnak, adóstársak maradnak, és nem tudnak szétválni az adóstársakból. Képzeljétek el! Ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag úgy kicsesznek esetlegesen olyan fiatalokkal, akik szétválnak, már pedig ugye most minden harmadik fiatal pár szétválik, és az általános szétválás az 15 éven belül történik meg. Tehát nem a fiataloknál 15 éven belül, hanem országosan 15 éven belül. Érted? Tehát ugye minden korosztályt figyelembe véve. Tehát ami azt jelenti, hogy bőven benn van még a 20 évben, mert ugye a babaváró hitelt 20 évre veszik föl. És mivel szabad felhasználású hitel, most képzeljétek el, hányan fognak belefutni abba,
hogy a szabad felhasználású hitelt pitty-putty eltapsolja. És utána meg majd fizetni kell annak a havi törlesztő részletét 20 éven keresztül. Érted? Tehát nagyon érdekes dolgok vannak, tehát olyan dolgok, amire az emberek azt mondják, hogy hú de jó, hogy létrehozták, aztán közben kiderül, hogy ha nem babaváró hitelt vettek volna fel, hanem mondjuk ingatlan fedezetű jelzálog hitelt, tehát lakásvásárlásra mondjuk jelzálog hitelt, vagy akár ha van lakásuk, akkor arra jelzálog hitelt, az simán szét lehet választani, az a semmi gond nincs. De kézzétek, vagy bármilyen hitelt, amit fölvesznek, az szét lehet választani. De fölvesznek babavárót, és nagyon sokan vettek föl fiatal, tehát 41 év alatti, ugye az a lényeg, hogy a hölgy az 41 év alatti legyen, akkor igényelhető a babaváró hitel, és gondoljátok végig, hogy rengetegen felvettek babaváró hitelt, és abból mondom, sokan, mit tudom én, eltapsolták azt a pénzt, totál olyan dologra, aminek semmi értelme, mondjuk a ingatlanra költötték, akkor azért van, de ha nem, akkor nem sok volt, mit tudom, mondjuk elutazták, vagy elnyaralták, vagy bármi más, érted, vagy autót vettek rajta, és annak így csökken az értéke, ugye tudjuk, jó? És gondold végig, az azt jelenti, hogy fogják visszafizetni. Hogy fogják visszafizetni. Tehát itt az azt jelenti, hogy olyan stresszet raknak rá a fiatalokra, hogy valami eszméletlen. Mert ugye mi van ilyenkor, ha mondjuk nem fizetik? Akkor mit tudom én, a jegybanki alapkamatnak a hány százalékával növelt összeggel kezd el kamatozni a nem fizetett törlesztés, és akkor gondold végig, hogy akkor még nagyobb összegeket kell fizetni, és hát ugye fogják, aztán végrehajtásra adják. És bármilyen, én ismerek olyan embert, akinek a fizetésének a 70%-át lefogják a hitel miatt. Érted? Tehát ha végrehajtásra megy, akár meg lehet azt csinálni, hogy a fizetésének a 70%-áig végrehajtják. Érted? És akkor élj meg 30%-os fizetésből. Azért durva. És ha további tartozásod van, tehát nem fizettél részleteket, és mondjuk megkapod a fizetésedet, akkor fogják, mire jön a végrehajtás, és lekapják az egész fizetésedet. Képzeld el. Tehát gyakorlatilag a fizetésedből nem marad semmi. Érted? És már a végrehajtás időszakában. Tehát és ezt a babavárónál ugye meg fogják tudni csinálni, hogy tehát baromi gondok lesznek. Ez csak mondjuk egy dolog. Akkor nézzünk egy ilyen másik problémát. Tehát ugye mi a megoldás, ha valakinek hitele van? Ugye többféle megoldás van, most nem fogom ezt tanítani, hogy mik a megoldások, de hát a legjobb megoldás a hitelre, hogy növeld meg a jövedelmedet. Tehát olyan, növeld meg a jövedelmedet. Tehát olyan mértékben, hogy a hitelt így tudjad fizetni. Érted? Nem hiszem, hogy ugye attól, hogy megnöveled a jövedelmed, mit tudom én, van 10 millió forint adósságot, csak most mondok valamit, akkor azt a 10 milliót ki tudod egyik napról a másikra, vagy akár egyik évről a másikra fizetni. Mert annyival lehet, hogy nem nőtt meg a jövedelmet, hogy azt a 10 milliót kifizest. Én ismerek olyan embert, akinek 70 millió adóssága van kezede. Tehát csak 70 millió kezede. Tehát magánszemélyként 70 millió. Most gondold végig, abból soha életben nem lehet kiszállni. Tehát abban nincs kiszállás. Arra is van megoldás, de nem fogom tanítani, hogy mi a megoldás, érted? Annak az adott személynek elmondom, mi a megoldás, ez kész. Jó, de hát aztán vagy megcsinálja, vagy nem. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy
gondold végig, egy olyan világban élünk, tehát régen például, ha valakinek adóssága volt, akkor a fizetésének csak a 30%-át lehetett lefogni. Majd utána növelték ezt, már le lehetett fogni az 50%-át, stb. Stb. Érted? Tehát most meg már akár az egész fizetését lekaphatják. Na most gondoljátok végig, hogy egy olyan világban élünk, ahol egy dolog számít, az a pénz. Bizonyos embereknek. Bizonyos embereknek. Tehát mondom, az a megoldás arra alapvetően, hogyha az embernek hitelt kell fizetni, és nem tudja fizetni, mert magas az összeg, hogy akkor növeljen meg a jövedelmét. Tehát minden esetben, ha az életszínvonal az emberenek csökken, tehát az azt jelenti, hogy a kiadások nőnek, a bevételek ahhoz képest kevesebb, vagy fordítva, vagy a bevétel kevesebb, és ugye a jövedelem meg ugyanannyi, vagy a bevétel több és a jövedelem ugyanannyi, akkor ebben az esetben az embernek egy feladata van, hogy növelje a bevételeit. Tehát minden esetben az a megoldás, hogyha az életszínvonal csökken, vagy ha már stagnál az életszínvonal, akkor is az a megoldás, hogy növelje a bevételeit. Jó? Na most ez nem csak azoknak fontos, hogy növelje a bevételeit, aki mondjuk adóssággal küzd, hanem mindenkinek. Tehát van egy fajta gazdasági világunk, ahol van egy infláció. Ha a hivatalos inflációt nézi valaki, semmi gond nincs azzal, nézze bárki nyugodtan a hivatalos inflációt. A hivatalos infláció ma Magyarországon valami 14%. Na most az azt jelenti, hogy neked a jövedelmednek éves szinten több mint 14%-kal kellene növekedni. Ha nem növekszik legalább 14%-kal a jövedelmed, akkor neked az életszínvonal csökken. Világos ez? És most a hivatalos inflációról beszélek, és nem hát arról, ami igazából, amit érzékelsz, meg érzékel a lakosság, mert a lakosság ennél nagyobb inflációt érzékel. Most gondoljátok végig, hogy ugye azt gondolod az életedben, hogy van egy jövedelmed, van egy infláció, és majd valahogy elküzdesz. Jó? Tehát most egy kicsit hagy induljak ki magamból, jó? Tehát én még olyan korszakban nőttem fel, pont akkor voltam, ez egy nagyon nagy szerencsés helyzet volt, egy olyan korszakban nőttem fel, serdülőkortól, ahol elkezdték engedni a másodállásokat. Ezt úgy hívták akkor, hogy GMK, oké, meg szakcsoport, oké, és a dolgozók egy jó része a főállása mellett vállalt további munkát. És ugye abban az időszakban én ezt a szüleimen is láttam, hogy ezt csinálták, és nem csak a szüleimen, nagyon sok ember csinálta abban az időszakban ezt. Tehát én egy olyan korszakban nőttem föl, ahol a legtöbb ember, ha jól akart boldogulni, akkor nem 8 órát dolgozott, hanem 9, 10, 11, 12 órát. Nem a főállásában, hanem másodállásban. Most ha én megnézem a saját életemet, amikor elkezdtem a házasságomat, ugye 84-ben, akkor nekem 93-ig, 84-től 93-ig volt főállásom, meg másodtevékenységem is, meg harmadtevékenységem is. Tehát, de ez nem azt jelenti, hogy a másod vagy a harmad tevékenységet, mert úgy tudtam végezni, hogy ugyanannyi fizetést kaptam. Mert az nekem plusz volt, ami azt jelenti, hogy ha én a munkaidőben csináltam a másod vagy harmad tevékenységemet, akkor annyival kevesebb fizetésem volt.
Érted? Tehát én nem úgy voltam, mint sokan, hogy a munkaidőben volt nekik másod vagy harmadállásuk, és akkor ezáltal több pénzük lett. Tehát én mivel teljesítményben dolgoztam a főállásomban, ezért, hogyha a főállásomban nem dolgoztam, ezáltal hát ott kevesebb volt a pénz. Tehát ugye én úgy csináltam, hogy a főállásomban volt, hogy végeztem másodállást, de akkor ugye annyival kevesebb volt a főállásból, és a másodállás hozta be azt a különbözetet. A harmadik állásomat az pedig a 8 órás munka után csináltam. Tehát én ezt megéltem. Ma, hogy így dolgozzanak az emberek, főleg a fiatalok, az nekik olyan, hogy nem így működik. Miért? Mert nem éltek meg ilyet. Érted? Tehát én megéltem serdülőkortól a második, harmadik foglalkozást, tehát nekem természetes volt, hogy mikor felnőttem, nekem is lett második, harmadik foglalkozásom. Na most, mi a nejemmel szinte minden nap többet dolgozunk, mint 8 órát. Oké? De a legtöbb ember azt gondolja, hogy 8 órás munkával tudja biztosítani az életszínvonalat. Eddig ez így volt. Tehát eddig ez így volt. Tehát nyugaton például úgy volt, hogy 8 órás munkával biztosították a a létüket teljes egészében, de már nyugaton sem teljesen így működik. Tehát nyugaton is a pénz értéke csökken, az infláció megnőtt, a jövedelmek nem működnek olyan mértékben, sőt, sokan ott is egyre többen vannak munkanélkül. Magyarországon is ugyanez a helyzet, és nem csak nyugaton, hanem bárhol itt Európában, illetve akár Észak-Amerikában. Ami azt jelenti, hogy gondoljátok végig, hogy szerte a világban az életszínvonal gyakorlatilag csökken akkor, ha ugyanazt a idő ráfordítást tölti el a munkájával, mint előtte. Itt a Covid meg háború előtt. Érted? Tehát ha most azt akarja valaki, hogy több legyen a jövedelme, akkor többet kell dolgozni. Tehát ha én jobban megnézem életem során, én rendszeresen többet dolgoztam, mint 8 órát. Honnantól? 84-től. Tehát rendszeresen. Tehát nem néha-néha, hanem rendszeresen a hónap nagy részében többet dolgoztam, mint 8 órát. Érted? Amikor én elkezdtem az emberek szervezését 91-ben, nem sokkal rá a 90-es években hozzájutottam olyan könyvekhez, amit jómodú vagy gazdag emberek írtak. Arról, hogy hogyan lehet hát jobb módúvá válni az átlag embernél. És mindenütt az volt leírva, hogy a jómódúak azért lettek jómódúak, mert többet dolgoztak, tehát a saját erőből jómódúakat mondom, többet dolgoztak, mint a többiek. Világos voltam? De nem mindegy, hogy mit dolgozik az ember. Mert nem mindegy, ugye ez is le van írva ugye a jómódúak vagy gazdagok által, hogy nem mindegy, hogy fizikai munkát végez az ember, vagy használja az agyát, és belerakja a gondolkodását is a tevékenységekbe. És ha például mondjuk fizikai munkát végez, akkor pont jól jön mondjuk, hogyha másodállásban meg, vagy másodtevékenységben meg szellemi munkát végez. De ha ma azt gondolja valaki,
vagy legalábbis az emberek nagy része, aki nem jó módú vagy nem gazdag, hogy egy tevékenységből majd jómódúvá válik, vagy gazdaggá válik, akkor óriási tévedésben van. Bár lehet, csak előbb-utóbb azért le fogják csukni. Oké? Okay? Mert addig jár a korsó a kútra, amíg el nem törik. Jó? Vagy el nem lopják, tudod? Szóval, lényeg az, hogy ugye nekem ezek a gondolatok mindig természetesek voltak, mert én mindig ezt csináltam. Hát ugye most csak egy tevékenységünk van, nincs több, de több mint 8 órát foglalkozunk vele összességében. Oké? Tehát mi nekünk egy munkahónap az nem 168 óra, hanem lényegesen több. Na most, de ugye a legtöbb ember óckodik ettől. Miért? Tudod miért? Mert nem szereti azt, amit csinál. Ha az ember olyan dolgot csinál, aminek van értelme, akkor azt meg tudja szeretni. Érted? És ha valamit az ember szeretettel csinál, akkor nem fárad el benne, nem merül ki benne. Minél jobban, nagyobb utálattal csinálsz valamit, annál hamarabb elfáradsz benne. Ha nem viszed, próbáld ki. Oké? Okay? De szerintem ezt bárki megtapasztalhatta. Jó, tehát nyilván az is fontos, hogy az ember valamit megszeressen, hogy jól csinálja. Jól csinálja. És a, ugye van egy érdekes dolog a szellemiségnél, az nem olyan, mint a fizikai munka. Tehát most gondold végig, mondjuk az a feladata az egyik embernek, hogy ásson ki egy, mit tudom én, kétszer-két méteres gödröt, tehát kétszer-kétszer-két méteres gödröt, mondjuk ásson ki az mennyi, négy, hány köbméter? Mindegy, az, az a kétszer-kettő, az négy köb, nem négy. Kétszer-kettő? Négy köbméter? De lehet négy köbméter. Tehát négy köbméter. Nem, az 8 köbméter. 8 köbméter. Mert kétszer-kettő, igen, az 8 köbméter. Tehát 8 köbméter földet, kap hozzá egy ásót, érted? Most gondold végig, ha megbízol egy embert, valószínű ugyanavval a technológiával fogja ásni. Megbízol egy másikat, ugyanazzal a technológiával fogja ásni. Megbízol egy harmadikat, ugyanazzal a technológiával ássa, mert ásó van adva, és avval ássa, nem tud mással ásni. Ha megpróbál valami mással ásni, mondjuk kézzel, akkor még lassabban fog haladni. Világos ez? Tehát a fizikai munkáknál nem nagy különbség van a technológiák között. Érted? Mert most ahhoz, hogy gödröt ásson az ember, hát ahhoz sok ész nem kell. Nem? Ahhoz inkább fizikai erő kell, nem? Meg kitartás természetesen. Minél kitartóbb valaki, vagy minél tovább tudja a fizikai erejét fenntartani, hát annál eredményesebben tudja azt a gödröt ásni, de igazából más nem kell hozzá. Tehát nem kell hozzá valami fenomenális gondolkodás, nem? Hogy ki tudja ásni azt a gödröt. Nem így van? Sőt, mondhatjuk azt, hogy még tehetség se kell hozzá, hogy valaki gödröt tudjon ásni, nem? Tehát én még nem láttam olyan embert, hogy valakinek gödröt kell ásni, akkor ne tudná kiásni, érted? Mert azt mondaná, hogy én nem vagyok tehetséges a gödörásáshoz. Nem? És ha jobban megnézitek, például egy munkahelyen is valaki dolgozik futószalagon, odaállítanak egy másik embert, mert a futószalagon ugyanúgy fog, ha betanítják, dolgozni, érted? Pitputy. Tehát, és nem valószínű, hogy sokkal többet fog teljesíteni, mint a másik. Tehát lényeg az, hogy lehet nyilván teljesítményeket
fizikai munkában különbségként elérni, de igazából nem attól függ a fizikai munkában a teljesítmény, hogy ki milyen okos és értelmes, hanem attól függ, hogy milyen ügyes, nem? Nem így van? Oké? Igen ám, de nem ilyen a szellemi munka. Mert a szellemi munkában ugye mindig az van, hogy az ember gondolkodik, hogy hogyan lehetne jobban csinálni. A gödörásásban hiába gondolkodsz, érted? Nem tudod jobban csinálni, hogy jobban úgy tudnád csinálni, hogy azt mondod, hát na hozzunk egy markológépet, nem? És akkor ez kimarkolja. Igaz, hogy akkor egy vagyont odafizetnél annak a markológépesnek, de az egy dolog. Na most a fizikai munkában ez úgy működik, hogy az ember gondolkodik, hogy mit tehetnék jobban, érted? És ez úgy működik, hogyha az ember eddig nem használta az agyát kellőképpen, mert fizikai munkát végzett egész életében, akkor nyilvánvalóan nehézkes lesz, ahogy szokták mondani, beindítani a kerekeket, érted? Tehát az azt jelenti, hogy az ember gondolkodása az úgy működik, hogy világos legyen, hogyha valaki nem szokott hozzá ahhoz, hogy ő gondolkodjon, mert mindig gondolkodtak helyette, akkor gyakorlatilag bele kell abba jönni. Az, hogy valaki belejöjjön a gondolkodásba, az idő. Oké? Az idő, nem mondom, hogy egyforma idő, de van, akinek ez gyorsabban fog menni, van, akinek lassabban fog menni. Akkor van egy másik fontos dolog, hogy a szellemi munkában, tehát te hiába olvasnál könyveket a gödörásásról, amit ásóval kell kiásnod, akkor sem lennél sokkal hatékonyabb. Érted? De amikor szellemi munkát végez az ember, és ahhoz olvas információkat, hogy hogyan lehetne bizonyos dolgokat jobban megcsinálni, akkor ott már rögtön hatékonyabb tud lenni az ember. A szellemi munkánál ráadásul nem feltétlenül lehet ugyanazt az eredményt elérni egy dologgal, hanem sőt, ugyanazt az eredményt el lehet érni több dologgal. Most gondold végig, egy gödörásás esetén, ha van egy ásód, akkor nem mondhatod azt, hogy most azért ástam ki hamarabb, mert mit tudom én, mert nincs, mert van egy ásod. Ott a legfeljebb az lehet, hogy kis ásó vagy nagy ásó. Érted? De ha nagy ásó van, akkor hamarabb elfáradsz. Érted? Tehát gondold végig, tehát a fizikai munkának óriási korlátai vannak, azt értsétek meg. A szellemi munkának pedig gyakorlatilag nincsenek korlátai. Érted? A szellemi munkának az a korlátja, hogy te mennyire akarsz, és milyen gyorsan akarsz fejlődni szellemileg. Ez a korlát. Érted? Ha egy ember szellemi munkát akar végezni, akkor azt mondja, hogy fejlesztem magam szellemileg, és akkor jobban vagy gyorsabban el tudom végezni ugyanazt a munkát. Most mondok példát, jó? Van valakinek mondjuk számítógépe, vagy egy okos telefonja, amin azt mondja, hogy azon kellene dolgozni. Érted? Mondjuk a számítógépen vagy az okos telefonon. Tehát mondom, vagy nem egyszerre a kettő, vagy ez, vagy az. És akkor azt mondja, hogy hát ahhoz, hogy okos telefonon vagy számítógépen tudjak dolgozni, hát meg kellene tanulni kezelni. Az nem olyan, mint az ásó, hogy az embernek föltöri a kezét, akkor mit tudom, vagy kérges lesz és úgy ásik, vagy fölvesz ás, vagy úgy, hogy fölvesz kesztyűt. Érted? Vagy megcsiszolja az ásó nyelét, hogy ne törje föl a kezét. Érted? Tehát nem sok variáció van. De egy szellemi munkánál, ha az ember akar elvégezni jól egy szellemi munkát, akkor nyilván arra van szükség, hogy az ember képezze magát. Érted? Tehát, hogyha valaki
el akar kezdeni mondjuk dolgozni egy telefonon vagy egy számítógépen, hát úgy nehéz lesz elkezdeni, hogyha a hót hülye hozzá. Érted? Tehát a szellemi munkában én azt láttam, hogy akkor tud az ember hatékonyabb, egyre hatékonyabb lenni, hogyha minél jobban képzem magam azon a területen, amin dolgozni akarok. Világos ez? Na most az, hogy az ember képezze magát, hát az is idő. Most gondold végig, hogy dolgozol 8 órát egy munkahelyen, meg még közlekedsz is, és akkor azt mondod, hogy 10 órát eltöltesz ugye a munkahelyre jövés menéssel és a munkáddal. De például mondjuk abban az egy órában lehet, hogy tudnád hasznosítani, az egy óra oda-vissza, lehet, hogy tudnád hasznosítani, hogy tanulsz, fejlődsz. De a munkahelyed tekintetében nem tudod hasznosítani, mert örülsz, hogyha kikapcsolódtál abból a munkából. Érted? De most én mindig azt láttam tehát, hogy a szellemi munkában az ember tudja magát fejleszteni. Tehát ha az ember úgy áll hozzá, hogy hú, de nem értek hozzá, és elkezdem magam azon a területen fejleszteni, mondjuk eltelik egy-két akárhány hónap, és már azt veszem észre, hogy sokkal jobb vagyok azon a területen, mint voltam. De ezt a fizikai területen nem biztos, hogy az ember meg tudja csinálni. Érted? Főleg, hogyha az a fizikai terület nagyon egysíkú, mint mondjuk a gödörásás. Mert például az autószerelés az nem annyira egysíkú, mert elég sok hibája lehet egy autónak, de mondjuk egy gödörásásban elég egysíkú a dolog. Szóval, ugye ezt miért mondom? Mert az emberek azt gondolják, hogy ahhoz, hogy mondjuk szellemi munkában tudjanak pénzt keresni, hát az olyan képességekkel kell rendelkezni. Óriási tévedésben van, aki ezt gondolja. Ugyanis a szellemi munkához nem kellenek képességek. Tudod, mi kell? Az, hogy képezze magát az ember azon a területen. Érted? És ugye az a baj, hogy sokan például azt csinálják, nem értek a számítógéphez, akkor elmegyek egy számítógépes tanfolyamra. És olyan dolgokat tanítanak, aminek semmi hasznát nem veszed. Érted? Képzeljétek el, amikor én elkezdtem 93-ban számítógéppel dolgozni, akkor elmentem számítógépes tanfolyamra. És rájöttem, hogy semmi értelme nincs. Pedig végigcsináltam, de olyan dolgokat tanítottak, amire nem volt szükségem. Érted? Tehát semmi szükség. Tehát mondhatjuk azt, hogy annak a tanulmánynak a 90% az kuka volt. Érted? Szó szerint. Csak kidobott pénz. És én ezt másoknál is ezt láttam, mert az embernek azt kell tanulnia, amit csinál. Nem mást. Érted? Tehát minek tanulj mondjuk Excel használatot, ha majd 5 év múlva lesz szükséged Excelre? Minek tanulj most Excel használatot? Csak most mondtam egy példát. Érted? 5 év múlvára már úgyis elfelejted. Tanulhatod újra. Érted? És olyan dolgokat tanítottak, amire az égett a világon, semmi szükség nem volt. Tehát ezáltal, ugye amikor emberek elmentek ilyen mindenféle tanfolyamra, hogy számítógép területén jártasságuk legyen, akkor mindig ilyen kételkedve fogadtam ezt a dolgot, mert nem így működik a dolog. Hanem azt mondja az ember, hogy akkor nekiállok, és akkor itt van, fölnyitom mondjuk a laptopnak a tetejét, és Atya Isten, mennyi gomb van rajta, most mi a francot fogok kezdeni ebben a sok gombbal, és akkor azt mondja az ember, hogy hát valaki, valahol utána kellene nézni annak, hogy mit lehet ebben a sok gombbal kezdeni. Érted? Hát vagy egyáltalán hol kapcsoljam be? Mert ugye itt sok esetben már ezen is alakadnak az emberek. Tehát ugye ha az ember nekiáll egy dolognak, hogy képezze magát,
akkor ugye a legjobb az, hogyha van esetleg olyan támogatás valahonnan nem túl távolról, akik éppen ahhoz a tevékenységhez valamennyire már értenek. És akkor azt mondja az ember, hogy figyeld, ha segítenél nekem, akkor mit tudom én, meghálálom. Csak most mondtam egy példát. Vagy ha segítenél nekem, akkor mit tudom én, ez és ez lenne. Érted? Tehát igénybe venni az ember emberek segítségét. Avval kapcsolatban, hogy elboldoguljanak mondjuk egy szellemi tevékenységgel. Mert onnantól kezdve, képzeljétek el, ha már az ember alapszinten mondjuk egy számítógépet vagy egy telefont tud használni, az alapszintű telefon használat nem azt jelenti, hogy tudok rajta telefonálni. Jó? Hanem annál azért egy kicsit több. Jó? Tehát lényeg az, hogy az ember fogja és keres olyan embereket, akik tudnak segíteni. És akkor elmondja, hogy mit szeretnék, hogy miben segíts, és akkor azt mondja, hogy figyeld, ezt csináld, azt csináld, és mutatja, hogy mit csinálsz, vagy akár azt mondja, hogy figyeld, most azt nyom meg, nem, ne azt ott mellette, stb. Stb. Jó, és akkor keresd meg, hogy most ott az van a képernyőn, és akkor azt mondja, hogy az ott nincs, de én látom, hogy ott van, akkor biztos, hogy ott van. És akkor ugye azt tanítja, amit kell tanítani. Világos ez? Tehát egy oktató, mikor ott tanít 15 embert, csak most mondtam egy számot, ezzel nem fog foglalkozni, hogy neked mire van szükséged. Világos ez? De az a személy, aki kifejezetten veled foglalkozik, az alapokat mutatja, akkor hát nyilvánvaló, hogy azt fogja tanítani, amire neked szükséged van, mert azt mondod. Tehát van egy alap dolog ezzel kapcsolatban, jó? Hogyha, tehát ha valaki fizet, az a megbízó. Jó? Ez egy alap dolog. A másik, akinek fizetsz, az a megbízott. Oké? És mindig a megbízó a főnök, és nem a megbízott. Világos ez? Ez csak úgy, hogy tisztában legyetek ezzel a kérdéssel. És ez minden téren, ha valakinek netántán jogi ügye van, és egy ügyvéddel van dolga, akkor is, mivel te vagy a megbízó, te vagy a főnök, és nem az ügyvéd. Világos voltam? Mivel te fizetsz. Világos voltam? Tehát mindig az a főnök, aki fizet. Világos? Csak hogy tiszta legyen ez a kérdés. Tehát nem egyszer raktam helyre embereket, például az informatikust, hogy nem te fizetsz, hanem én fizetek neked, én vagyok a főnök, és nem te mondod meg, hogy mi legyen, hanem én. Világos ez? Pedig az informatikusok is pont olyanok, mint az ügyvédek, azt hiszik, hogy ők találták fel a spanyol viaszt. Érted? És azt hiszik, hogy úgy kell lenni mindennek, ahogy ők gondolják. Oké? Tehát csak az a helyzet, hogy én nekem informatikusokkal 94 óta van dolgom, ügyvédekkel meg 94 óta van dolgom. Érted? Oké, tehát ami azt jelenti, hogy nem, most kezdtem ezeket. És mindig azt tapasztaltam, hogy ez a két területen az emberek jellemzően ugye azt gondolják, hogy ők találták föl a spanyol viaszt, és ők a főnökük, és úgy kell mindennek lenni, ahogy ők gondolják. Nem. Aki mindig, mindenhol, aki fizet, az a főnök. Világos voltam? Ezt jó jegyezzétek meg. Ugye ez egy tanítás is egyben. Oké? Na szóval lényeg az, hogy gondold végig, ez azt jelenti, hogy ha te mondjuk valakinek azért, mert segít, adsz viszonzást bármilyen formában, az onnantól kezdve te vagy a főnök. Világos? És azt kell tanítania, amit te akarsz. Világos ez? Jó? Na most ugye én úgy azt látom, hogy mindenki tud olvasni. Nem? Jó, hát ha mondjuk valaki ugye vak, akkor nem tud olvasni, persze. De hát akkor
vannak eszközei arra, hogy a szöveget, mit tudom én, mondjuk hallja. Tehát lényeg az, hogy az emberek tudnak olvasni. Ha az ember tud olvasni, akkor tudja magát képezni. Vagy rosszul gondolom? Nem? Tehát ami annyit jelent, hogy az ember valamilyen területen boldogulni akar, akkor képeznie kell magát. És tudjátok, még egyszer mondom, a szellemi tevékenységben az a jó, hogy nem olyan, mint a fizikai munka, hogy a legtöbb fizikai munkát, például az autószerelésnél, és azért vagyok abban otthon, mert ugye az az alapszakmám, hát ugyanazt a hibát ugyanazzal a módszerrel kell megjavítani. Tehát nem tudsz mást módszert igénybe venni arra, annak a hibának a kiküszöbölésére. A szellemi munkában ez viszont nem így van. Ugyanazt az eredményt el tudod érni ezzel a módszerrel, azzal a módszerrel, vagy amazzal a módszerrel. Érted? Például mi is tanulókat különböző módszerekkel tudunk hozni. És ezáltal a tanulók nem egyféle szervezési módszerre jöttek, hanem különböző szervezési módszerre jöttek. És nyilvánvaló, egyszerre az ember többféle módszert nem tud megtanulni. Egyszerre az ember azt mondja, hogy használok egy módszert, begyakorlom, utána elkezdek megtanulni egy másik módszert. Mert ha addig elkezdek tanulni egy másik módszert, amikor még az egyiket se tanultam meg, hát akkor már két módszert nem fogok tudni. Oké? Tehát ami azt jelenti, hogy a szellemi munkának ez a lényege, hogy sok módszert lehet használni, akár sok módszert. És az azt jelenti, hogy amikor egy módszert már jól tudok csinálni, akkor elkezdek egy második módszert. Amikor egy második módszert is már jól tudok használni, akkor elkezdek egy harmadikat. Amikor egy harmadik módszert is jól tudok csinálni, elkezdek egy negyediket. És az azt jelenti, hogy már négy módszert tudok alkalmazni. Nem tudom, elég világos voltam-e. Most gondold végig, tehát olyan tevékenységet végezni a Földön, bármit, amit egy módszer alapján lehet csinálni, vagy olyan tevékenységet lehet végezni, ami több módszerrel lehet csinálni, vajon melyikben lehet több pénz? Oké? Okay. A szellemi dolgoknak mi a lényege? A szellemi dolgok azok mind közvetlenül az emberekre hatnak. Ez a különbség. A fizikai dolgok azok nem az emberekre hatnak. Most gondold végig, valakinek kiásol egy gödröt, akkor nem az embert ásod ki, vagy ásod el. Érted? Hanem az ember fogja megfizetni a munkádat, de nem az emberen dolgozol. Érthető ez? Hanem a Földön dolgozol, a Földet ásod, érted? És azért, ha elégedett az illető, az ügyfél, akkor fizet. A szellemi munkának az a lényege, hogy a ügyfélen dolgozol. Érted? Tehát közvetlenül az ügyfélre vagy hatással. Érted? Magára az emberre vagy hatással. Tehát az, ami között van egy anyag, és úgy hat az emberre, akkor az már nem szellemi tevékenység, hanem fizikai tevékenység. Festő kifesti a lakást, nem az egyént festett, tudod. Ezáltal ugye az nem tekinthető szellemi tevékenységnek. Tehát a szellemi tevékenység az, ami közvetlenül, de mire? Nem a testére, mert akkor azt mondja, hogy én szellemi munkát végzek, mert ruhákat varrok annak az illetőnek. És az is rákerül a testére. Nem szellemi tevékenység, fizikai tevékenység. Oké, például van, aki, mit tudom én, mondjuk kozmetikus, és kipingálja az illetőt, érted? Akkor az nem szellemi munka, az fizikai munka. Világos ez? Mert a testén csinál olyan dolgokat, tehát a szellemi munka azt jelenti, hogy belső részére hat, érted? Tehát például mondjuk valaki
természetgyógyászként gyógyít valakit, mondjuk energiával, az például szellemi tevékenység. Világos ez? Jó, tehát lényeg, hogy ugye én tudom, mi a fizikai munka, dolgoztam fizikai munkát 13 évig. Oké, 13 év után áttértem a szellemi tevékenységre. Szerinted melyiket szerettem, vagy szeretem jobban? Hát nem az elsőt. Tudod miért? Mert az elsőben hamar elfáradok. Tehát az azt jelenti, hogy az elsőben sokat kell pihenni közben, fizikai munkába. Tudok fizikailag is sokáig dolgozni, ha nem nehéz fizikai munka, de nehéz fizikai munkában, mivel az ember nem szokott hozzá, ezért sűrűn kell pihenni. De a szellemi munkában nem. De mondom még egyszer, a munkát nagyon fontos, hogy az ember szeresse. Szeresse. És én sokféle munkát végeztem már életemben, főleg azért is, mert ugye mindig is volt kertünk, és ezáltal ugye elég jól tudom, hogy milyen fizikai munkát végezni. És végeztem sokféle szellemi dolgot is. És a szellemi dolog másabb. Másabb. Mint a fizikai. Tehát mind a kettőre szükség van, mert nyilván szükség van arra, hogy legyenek festők, akik kifestik a lakást. Érted? Nyilván kell olyan autószerelő, aki megszereli az autót. Tehát nehogy félreértsétek, hogy a fizikai munkát leértékelni. De én például azért tanultam az autószerelő szakmát, hogy majd autószerelő mester legyek, le is tettem a mestervizsgát, de sokra mentem vele, mert nem lettem maszek autószerelő, tehát én maszek autószerelő akartam lenni, aminek a feltétele az, hogy az autószerelőnek legyen mestervizsgája. És nem lehettem maszek autószerelő, miért nem lehettem? Mert baromi sokba került volna akkor, annak idején, és annyi pénzem nem volt még közelébe se. Tehát gondold végig, akkor egy autót, amivel megemeltek, drágább volt, mint most. Forintba átszámolva. Úgyhogy azóta a 70-ed részét éri a forint. Érted? Szóval lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy akarod élni a hátra lévő életedet egy olyan világban, ahol ha azt csinálod, amit eddig csináltál, amit mondjuk nem nagyon szeretsz, vagy fizikai tevékenység, vagy nem sok szellemi dolog van benne, hát abban nem emelkedik olyan mértékben a jövedelmed, mint amilyen mértékben romlik a pénz. Mit fogsz kezdeni? Nem kellene valami olyan tevékenységet végezni, amivel sokkal jobban tudod érezni magadat, sokkal szabadabb lehetsz, és sokkal több, nagyobb mértékben szolgálod a jót, mint amit most csinálsz azzal. Mert amit most csinálsz a foglalkozásodban, hát az a jó, hogy pénzt keresel, és biztosítod a megélhetésed. Aztán nem tudom még, milyen jó tudnál belőle felsorolni. Érted? Azon kívül. A legtöbb embert, ha megkérdezném, azon kívül hát elég sokáig kell gondolkodni, mire nagy nehezen valamit kitalálna. Na most, ugye ha az ember olyan tevékenységet végez, amiben sokkal több a jó, akkor az önmagára is úgy hat, hogy jobban érzi magát benne. Érted? Na most én nem hiszem, hogy egy olyan ember, aki azzal keresi a pénzét, hogy mondjuk kirabol embereket, vagy meglop embereket, hogy abban baromi jól érezni magát. Én nem hiszem, hogy van olyan ember, aki átvág embereket, érted, rendszeresen úgy keresi a pénzét, és abban baromi jól érezni magát.
De amikor az ember olyan dolgot végez, ami sok tekintetben is jó, akkor az ember csak talál magának abban olyat, amit tud szeretni. Vagy rosszul gondolom? Hát milyen tekintetben lehet valami jó? Nézzük meg. Tehát, hogyha mondjuk önmagaddal kapcsolatban, nem ment föl. Nem csinált még ilyet. Szóval, ha mondjuk önmagad tekintetében a személyiséget fejlődne, tudod, mit jelent a személyiséget fejlődése? Azt jelenti, hogy jobban bánsz önmagaddal, és jobban bánsz másokkal. Ez jelenti a személyiséget fejlődése. Minél fejlettebb egy embernek a személyisége, annál jobban bánik saját magával, és annál jobban bánik másokkal. Hát ki az az elmebeteg, aki nem akarna jobban bánni saját magával, meg másokkal? Biztos találnánk egy párat a bolygón, nem? Na, nézzük meg. Nézzük tovább. Ott van, ha van párod, akkor épp aktuális ez a dolog. Ha nincs, akkor majd akkor lesz aktuális, hogyha számodra, hogyha lesz. Ha sose lesz már párod, akkor nem tudom hány ember van esetleg a környezetedben, akinek van párja. És vajon mennyire látod azt, hogy ma világviszonylatban a legnagyobb harcok azok az otthonokban történnek. Tehát nem a csatamezőn. Tehát a csatamezőkön, ma a bolygón közel nincs annyi ember, mint amennyi ember harcol odahaza a saját párjával. Odahaza a saját párjukkal milliók, tízmilliók, százmilliók harcolnak. Érted? A csatamezőkön nincsenek tízmilliók, százmilliók, még milliók sem. Összességében az összes csatamezőm a bolygón nincs akkora harc, mint odahaza. Mert elérték az embereknél, hogy az egójuk olyan mértékű legyen, hogy minden áron ne akarják hagyni magukat. Minden áron azt akarják, hogy neki legyen igaza. És komoly harcot vívnak odahaza az emberek. Gondoljátok végig. Tehát akkor nem lenne szükség arra, hogy ezeket a harcokat az ember képes legyen lecsillapítani. Mind a két fél részéről természetesen, nem csak az egyik fél részéről. Tehát az, hogy az ember tudjon bánni a párjával, az a boldogság alapja. Ha megnézzük, miért? Hát azért, mert ha megnézzük, a legnagyobb zaklatottságot tudod, mi tud okozni? Amikor a közvetlen hozzátartozóiddal haragba vagy. Tehát semmi nem tud annyira felzaklatni, mint mikor a közvetlen hozzátartozóiddal vagy haragba. Oké? Okay? Tehát mondom még egyszer, semmi nem zaklatja úgy föl az ember, mint mikor az ember a közvetlen hozzátartozóival van konfliktusban. Akkor nézzük tovább, ha már közvetlen hozzátartozókról beszélünk. A szülők is ide tartoznak. Tehát egy ember egyszerűen nem lehet ezekkel haragba. Itt van négy. Nem lehet önmagával haragba. Nem lehet a párjával haragba. Nem lehet a szüleivel haragba. Nem lehet a gyerekeivel haragba. Mert mind közvetlen hozzátartozó. Te is saját magad közvetlen hozzátartozója vagy nem? Ennél közelebb hozzátartozó, mint önmagad nincs. Itt van ez a négy terület. Nem kellene ezen
az embereknek jobban boldogulni. Ha valaki azt mondja, hogy az emberek ezen a területen tök jó boldogulnak, az valami, én nem tudom hol él. Nem akartam csúnyát mondani. De szó szerint, akkor valami álomvilágban él. És nem a valóságot látja. És ezeken a területeken vannak komoly képzések a bolygón, potom pénzért. Gondold végig, mit tudom én mondjuk, még ebben a hónapban akciósan kezdhetsz 9800 forintért egy hónapot, 30 óra, oszd vissza 330 forintra jön ki óránként. Jövő hónaptól, márciustól ez 12500 az akciós díjunk. Az se sok, még nem osztottam, vissza-vissza lehetne osztani. Az is ilyen 400 valahány forint durván, tehát az se nagy pénz. Mit kapsz ma óránként 400 forintért? Vagy mit lehet venni 400 forintért ma? Vagy akár 330-ért még most? Mit? Mit tudsz venni? Hát egy kiló kenyeret nem kapsz belőle, érted? Már lassan egy fél kiló kenyeret se kapsz belőle. Szóval szerintem már fél kilót se kapsz 330 forintért. Érted? Mit kapsz azért? Mennyi? 420? Na hát annak. Tehát 4,20-ra jön ki a 1250? 4,16. Jó, 4,16, jó. Hát 1 euró, így van. A eurósoknak mondom, hogy mit kapsz 1 euróért? Semmit. Oké, tehát egy gondold végig. Tudást tudsz kapni, hogy boldogulj ezeken a területeken. De nem csak ezeken a területeken, mert az embernek nem 4 életterülete van. Hogy nézzük tovább. Más emberek is körülvesznek minket, akik nem közvetlen hozzátartozók. Lépjünk túl a közvetlen hozzátartozókkal. Olyan emberekről is beszélhetünk, akikkel kapcsolatban vagy. Miért ne tudhatnál te bánni mondjuk a főnököddel? Gondold végig. Nem jó lenne, ha tudnál bánni a főnököddel, ha van munkahelyed? Gondold végig. Vagy ha vannak beosztottjaid, nem jó lenne, ha tudnál bánni a beosztottakkal? Nézzük, menjünk tovább. Az embernek ott van a munkája. Hát ugye ma elég sokat beszéltem a munkádról. Tudod, mi a munkáddal a baj? Hogy azt láttad, hogy a szüleid fizikai tevékenységből kerestek pénzt. Ha nem azt láttad, akkor azt láttad, hogy 8 órás alkalmazotti létben kerestek pénzt. Ha nem azt láttad, akkor azt láttad, hogy vállalkozóként kerestek pénzt, hagyományos vállalkozóként kerestek pénzt, és 7 nappal téve dolgoztak. Érted? Na ezek közül találd ki, hogy te melyiket láttad. Oké? Ezáltal tudod, hogy működik ez? Amit te láttál, az beégett az elmédbe. És azt hiszed, hogy az a minta. Azt kell csinálni. A szüleim is azt csinálták. Hát nekem is azt kell csinálnom. És ha megnézed, a legtöbb ember azt a mintát követ. Nem azt mondom, hogy azt a foglalkozást tűzted, mint a szüleid, hanem azt a mintát követed, amit a szüleidtől láttál. A legtöbb ember ezt csinálja. Érted? És ez tudod, mit jelent? Fölteszem egy kérdésben, akkor te a szülőd vagy. Te nem te vagy. Miért kell a szüleid életét élni? Gondolkodj már. Ha szüleid valamit rosszul csináltak, akkor neked miért kell rosszul csinálni? Ha jól csináltak, akkor persze kövesd azt a jó mintát. De amit rosszul csináltak. És akkor nézd meg, a legtöbbötök látják, vagy a szüleik révén, vagy a nagyszüleik révén, hogy hova jutottak, mire megöregedtek. És te is oda akarsz jutni, hova ők jutottak. Nem hiszem. Nem hiszem. Mert ha ugyanazt csinálod, nem tevékenységben, csak gondolkodásban, ugyanazt, mint ők, ugyanoda jutsz, mint ők.
Csak tudod, mi a baj, hogy egy nehezebb világban kell oda jutni, mint ahogy, ahova ők jutottak. Ami azt jelenti, hogy nehezebben fogsz oda jutni, mint ahova ők jutottak. Tehát gondolkodj, gondolkodj. Te nem a szüleid vagy, te vagy. A szüleid mit használtak ki az életükben, ki a lófüttyöt érdekel? Neked van egy lehetőséged, amit kihasználhatsz. Vagy élsz vele, vagy nem élsz. A szüleidnek lehet, hogy kevesebb lehetősége volt az életükben arra, hogy kihasználja a dolgokat. Te kihasználhatsz dolgokat. Korszakot alkothatsz. Érted? Hol volt a szülődnek lehetősége a korszakalkotásra? Vagy a nagyszülődnek? Hol? Te létrehozhatsz egy új korszakot. Nem egyedül. Egyedül senki nem hozott még létre ezen a bolygón egy új korszakot. Még Jézus sem. Buddha sem. Mohamed sem. Még Síva sem, akit Istennek tekintenek. Az sem. Itt az emberek hozhatnak létre egy új korszakot. Egy olyan korszakot, ami elnyomásmentes, ahol nincsenek elnyomók. Én megállapodást kötöttem a fentiekkel ebben a kérdésben. Oké? Hogy mi csináljuk azt, hogy az emberek fejlődjenek oda, hogy aranykor legyen, ők meg gondoskodnak arról, hogy ki marad életben, és ki nem. Világos ez? Ennyi. De az azt jelenti, hogy ez nem ennyire egyszerű, hanem annyira kicsit bonyolultabb, hogy ezen a bolygón kell egy aranykor, ami egy elnyomásmentes társadalom. És ha nem lesz ezen a bolygón aranykor, akkor itt tovább nem lesz ez az emberiség. Ezt felejtsétek el. Tehát akik elnyomóként gondolkodnak, hogy majd megakadályoznak bármilyen fejlődést, nem műszaki fejlődést, hanem szellemi fejlődést ezen a bolygón, azoknak nem hosszú életet javaslok. Mert ahogy az életüket a fentieknek köszönhetik, ugyanúgy a halálukat is. Tehát csak azért, hogy tisztában legyünk ezzel a kérdéssel. Tehát ezen a bolygón aranykornak kell lenni, és pont. Vagy beáll ebbe az ember a sorba, hogy létrehozza az aranykort, vagy nem fogja megélni az aranykort. És ez nem fenyegetés, főleg nem a részemről. Én egy közvetítőjük vagyok a fentieknek. Miért nem jönnek le és mondják el nektek? Mert azt mondanátok, hogy hát könnyű nektek, ti Istenek vagytok, érted? De én nem vagyok Isten. Én ugyanolyan ember vagyok, mint te. És ha egy ember meg tudja csinálni azt, hogy tud fejlődni, akkor a másik is meg tudja csinálni, meg a harmadik is, meg a 30 milliómodik is. Világos ez? Tehát itt van egy olyan lehetősége az emberiségnek, ahol egy új társadalmi formát tudunk létrehozni, ahol az emberek szeretetben, békében és boldogságban élhetnek. És ehhez kell természetesen, hogy az ember tudjon bánni a környezetével is, a pénzzel is, mert még van pénz, a hatóságokkal is, és természetesen az Isteneddel is. Tehát az Isteneddel is tudjál bánni. És ezekre megkapod a kellő tudást, és ha elakadsz, semmi gond, segítünk. Oké? De ha te tovább akarod élni az állampolgárok egyszerű mezei életét, felőlem éljed. Ennyi. Érted? De majd meglátod, hova jutsz, jó? Maradjunk ennyibe.
akik itt tanultak, azoknak legalább a legtöbbüknek volt annyi sütnivalója, hogy például a Covid időszak alatt nem oltották be magukat, érted? A kinti világban, akik nem tanultak itt, azoknak nem volt ennyi sütnivalójuk. Oké? A többségnek nem volt ennyi sütnivalója. Persze ott is sokan nem oltották be magukat, de a többség beoltotta magát. Itt, akik itt tanultak, nagyon kevesen voltak, akik beoltották magukat. Annak ellenére, hogy itt tanultak. És akkor kik jártak jobban? Vajon azok, akik beoltották magukat? Vagy azok, akik nem? Hát én csak olyanokat hallok, hogy valaki beoltotta magát, és azóta betegeskedik. Csak ilyeneket hallok. Na mindegy, de nem is ez a lényeg. Hanem az a lényeg, hogy várunk szeretettel. Jó? Hát ha úgy gondolod, hogy akarsz fejlődni. Ha nem akarsz fejlődni, akkor fejlődj ott, ahol akarsz. Ennyi. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Lesz egy szünetünk, az 30 perc lesz. 30 perc szünet után pedig szeretett teremtő coachképzésünk kezdődik. A kezdődést szó szerint értsd. Az előző az önbizalom teremtő coachképzés volt, ami befejeződött vasárnap. Most kezdődik a szeretett teremtő coach. Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, sziasztok!